Sziasztok! Gondoltam, hogy megmutatom nektek az aktuális kajás bevásárlásomat. Most péntek van, és délelőtt, dél környékén tudtam ügyintézés után beugrani a Lidl-be, ami ilyen formában nagyon jó ötlet is lehetett volna, viszont a környéken parkolót hazafelé már nem találtam. És mivel most teljesen egyedül intéztem a vásárlást, így az összes táskával a házig nekem kellett több utcával arrébb ide másznom, úgyhogy egy kis pihenőt kellett tartanom, miután hazaértem, de akkor gyorsan mutatom is nektek a különböző hát kajás alapanyagokat. Lesznek itt olyasmik, amik újdonságok, illetve olyanok is, amikből új recept variációt találtam ki, és amihez van linkem, tehát mondjuk valahol már megosztottam, azokat említeni is fogom, és a leírásban megtaláljátok. Az első ilyesmi az nem más, mint egy rikottás pohár desszert, úgyhogy ismét szeretném elkészíteni. Hoztam hozzá két darab rikottát, egy kevés vaníliával, kevés cukorral, valamint egy ilyen gyümölcsös réteggel készítettem el. Magát a rikottát össze lehet keverni akár fehér csokoládéval, vagy tejszínhabbal, és egy kevés zselatinnal fogtam össze, hogy kellemes állaga legyen, úgyhogy ebből már a tündérkert csoportban van egy receptecske. Kicsit vegyesen lesznek a dolgok, mert nem igazán hatékonyan tudtam elpakolni, de mutatom, hogy ebben éppenséggel milyen húsfélék vannak. Hoztam két csomag ilyen sertés karajt, ez a csont nélküli változat. Ebből azért jó, hogyha többet vesz az ember, mert viszonylag kisebb szeletek, és összesen csak 4 van benne, úgyhogy 400 g ráadásul, úgyhogy én ebből mindig 2-t szoktam hozni, és akkor azt szoktam elkészíteni, úgymond egy adag ételnek, attól függően, hogy mi készül belőle. Itt van a kedvenc darált húsom, ez az alacsonyabb zsírtartalmú. Ebből valószínűleg vagy rakottas, vagy pedig bolonyai fog készülni. Ez így nálam a bevett szokás. Néha napján szoktam fasírtot, paradicsomos húsgombócot készíteni, valamint hát ilyen hamburger hús szerűséget, de nem hamburgerként fogyasztjuk, tehát hogy semmi buci, meg semmi ehhez hasonló, viszont nincs túl ízesítve, és nem olajban van sütve maga a hús pogácsa, hanem csak ilyen enyhén olajozott, zsírozott serpenyőben, azt jobban szoktuk szeretni. Ott hátul pedig a szokásos csirkemell filé, 1 kg összesen, ebből vagy levest, vagy grillezett hús, sütőben sült húst, akár ilyen göngyölt változatot, meg ilyesmiket szoktam készíteni. Néhány felvágott is van ebben a táskában, ide-oda el vannak pakolva. Van ez a szerzetes szelet, illetve morvasonkából is többet hoztam. Most lehetett kapni ilyen svájci sajt különlegességeket, és abból például én ezt a gruyère-t hoztam el, nagyon szoktam szeretni, és van, hogy az Aldi-ban is lehet venni, illetve a Lidl-nek van ilyen sajtpultja, ott is egyébként van gruyère, úgyhogy nincs közöttük különbség. Annyi, hogy szerintem ez talán egy kicsivel olcsóbb volt, ilyen milbonás változatot. Ilyen csomagolásban még nem ettem, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, azért is hoztam el. Nekünk ez viszonylag sokáig szokott kitartani, mert különböző ételekkel szoktam összekombinálni, több típusú sajttal, erre akartam igazából kiukadni, tehát hogy lereszelem ennek mondjuk a negyedét, és akkor rakok hozzá trapistát, vagy bármilyen hasonlót, és akkor rakottas ételnek így szórom a tetejére, vagy pedig ilyen meleg szendvicseknek a tetejére. Volt most ebből a fekete mizó sajtból, ami az egyik kedvenc trapista sajtom mondhatni. Én amúgy szeretem a trapista sajtokat, főleg, hogyha jó az állaga, és kellően sós, illetve hát ilyen savanykás sajtos aromája van. Hogyha nagyon-nagyon puha, és már így a kezünkben, mint egy lágy sajtot szét lehet nyomkodni, meg nem is finom, tehát kimondottan ilyen gumitalpas, és még ahhoz nem is megfelelő az ízesítés, akkor az egyáltalán nem a kedvencem. Viszont ez eddig nagyon-nagyon tetszett nekem. Néha, amikor éppen úgy adódik, és például a piacon járunk, vagy pedig régen a Pödön piacon
ami egy ilyen kézműves vásárszerűség. Jártunk, akkor ott sokszor vettünk házi trapistát, meg parenyicát, meg ilyen gomolyát, tudjátok, ilyen friss jellegű sajtot, és azokat is nagyon szoktuk szeretni. Viszont mostanság nem annyira járunk ilyen helyekre, úgyhogy kimaradunk az igazán minőségi házi készítésű változatokból, de majd, hogyha esetleg úgy adódik a jövőben, akkor biztosan szívesen fogunk olyasmit ismét vásárolni. Van itt egy 30%-os tejszín, ugye ezt lehet édes desszertekhez is használni, és sós dolgokhoz is, mert ugye ebben nincs cukor, nincs benne igazából semmi, 99,98%-ban tejszín, úgyhogy ennél jobbat ilyen szempontból nem igazán lehet kapni, és hogyha készítek valami tiszta félét, ragús dolgot, ahhoz nagyon jó szokott funkcionálni, működni, egy kis krémességet ad az egésznek, illetve hoztam ismét két darab ilyen 100%-os alma levet, amin már macskaszőr van, és ez a cloudy változat, ami nem ilyen áttetsző. Azért hoztam ezt, mert még mindig le vagyok maradva az italos receptes videónak egy-egy elemével. Van még itthon hozzá cider, úgyhogy el fogom tudni készíteni, viszont az almaleveket így a hetek során elfogyasztottuk, úgyhogy most a receptet muszáj volt ismét összeírnom, hogy mi az, amiről lemaradtam, és mi az, amihez kell, úgyhogy ilyen szempontból jött velem haza, tehát nem feltétlenül így iszogatni, de egyébként arra is nagyon-nagyon finom, úgyhogy tudom nektek javasolni, úgyhogy majd látni fogjátok ezt a forró cider receptet is a csatornán. Annak ellenére, hogy egyedül mentem vásárolni, és nehéznek ítéltem a hazahozatalát a dolgoknak, egy kicsit úgy érzem, hogy nem olyan sok mindent vásároltam, és mégis nem volt olyan olcsó a végösszeg. 33 ezer forint környékén fizettem, amiből lejön egy WC-papír, illetve egy mosógép húzat, amit anyának vettem, úgyhogy legyen 30 ezer forint kerekítve, és valahogy nekem ilyen kicsinek tűnik, de majd esetleg ti eldöntitek, hogyha emlékeztek így az elmúlt időszak Lidl-ben tett vásárlásaira. Hoztam 10 darab tojást, hát egy 5 percig kellett kutatnom azokat a darabokat, amik esetlegesen nem töröttek, és nem sérültek, de végül is sikerült találnom. Ezért is mondtam, hogy a Tesco-ban kapható tojás általában mindig sokkal szebb, és mindig rendezettebben állnak azok a polcok, illetve az Aldi-ban is szebbeket szoktam találni. Van itt egy ilyen újdonság, ilyen, és hát számomra újdonság, az üzletben szerintem régóta kapható. Sertés sonka 96%-os hústartalommal. Hát kíváncsi leszek rá. Ebben sincs ilyen végtelen mennyiség, 100 g, úgyhogy egy-egy étkezésre elegendő, de most meguntuk ezt a 400 g-os, vagy nem is tudom hány g-os, 250 g-os csirkemelsonkát, és gyakran volt, hogy kibontottuk, utána pedig 2-3 napig ugye nem ettünk belőle, és akkor már egy kicsit összeszikkadt a külső része, ez pedig egy-egy nap alatt elfogyasztható, és akkor sokkal frissebb, és nem kell azon aggódni, hogy esetleg tönkre megy a hűtőbe. Itt van a karajnak a másik a párja, mondhatni. Itt van egy morvasonka, ami szintén így a felvágottak kategóriájába sorolható. Hoztam szárított petrezselymet, van a fagyasztóban nekem friss horgosi változat, viszont ezt is szoktam szeretni használni, és gondoltam, hogy hozok kettőt, akkor lesz itthon egy darabig biztosan. Hoztam egy ilyen változatú sertés combsonkát is, ez 200 g-os és 97%-os hústartalommal. Kíváncsi leszek, hogy milyen az állaga, íze. Nem emlékszem, hogy ilyesmit túl gyakran vásároltam volna. Van itt az általam megszokott csíkozott békönből, amit különböző ételek alapjául szoktam használni, tehát lepirítom, és akkor arra kerül a hús, ilyen ragus dolgokhoz, de múltkor ilyen kenyérlángost, töki pompost készítettem, kiminek szeretné nevezni, és akkor annak a tetejére, így a sajtnak a tetejére szórtam. Kapros, fokhagymás, görög joghurtos volt az alap, mert ugye tejfölt nem használok, de hogyha valaki tejfölt használ, az is működik, és külön sonka vagy felvágott az nem volt rajta, hanem a tejfölös réteg tetejére raktam magát a sajtot.
és akkor annak a tetejére szórtam ezeket a kis szalonnákat. Tök jól működött egyébként, úgyhogy tudom nektek is javasolni. Alapnak pedig egy egyszerű pizza tésztát, amit a csatornámon is megtaláltok, használtam. Van itt ananász konzerv, ami szintén saját levében van. Valaki írta, hogy itt is lehet kapni, úgyhogy hoztam is két darabot belőle. Nagyon szeretem amúgy az ananászt, úgyhogy ilyen formában tök jó sokáig eltárolható. Úgyhogy örülök, hogy itt is kapható ez a cukormentes változat. Hoztam egy ilyen minden felületre való törlő kendőcskét, mert le volt árazva, 450 helyett 290 forintba került, és gondoltam, hogy ilyen háztartási célra tök jó lesz. Itt van a darált húsnak a másik párja, hogyha az egyikből rakott készül, a másikból mondjuk esetleg bolonyai, általában két adagra szoktam a darált húsokat felhasználni. Itt pedig végre valahára sikerült burgonyát hoznom, és ezt a sárga héjú változatot találtam. Ma fogok készíteni levest, frankfurti levest, majd egyik-másik táskában lesz ilyen füstölt virsli, van kelkáposztám, azzal fogom összekombinálni, horgosról is vannak különböző zöldségféléim. Sajnálatos módon, hogy így egyedül mentem, azért egy-két dologról így is sikerült megfeledkeznem. Tejet például egyáltalán nem is hoztam, pedig az, hogyha közösen megyünk, mindig az eszemben van, viszont most hirtelen egyáltalán azt sem tudtam, hogy melyik szekcióval kezdjek először, úgyhogy össze-vissza járkáltam. Hoztam narancsot is, és nem tudom, hogy milyen lesz, hogy esetleg savanyú, vagy ilyen jó változat, bízom benne, hogy finom lesz. 500 forint környékén volt az ára, viszont Lidl Plus ilyen kuponnal le lehetett belőle 120 forintot spórolni, vagy valami ilyesmit. Ugye nem is tudom, hogy a kilónkénti árára számítódott ez a kedvezmény, és ennyit tudtam rajta spórolni, az sem rossz egyébként, de a többi kupon most teljesen random ilyen édességekre, sós, nachos chipsekre, meg ilyen fura dolgokra volt, meg ilyen kész fasírt szerűségekre, tudjátok, amit sütőben kell sütni, olyasmit meg amúgy sem szoktunk vásárolni, mert nem igazán szeretjük, és ugye nem tudtam mit beváltani, mert péksütemények, amiből csak egy-két típusút szeretünk, az, hogyha van, tudjátok, ez a croissant, akkor abból szoktam hozni, viszont most ilyen furcsa random dolgokra volt, úgyhogy ezt nem tudtam beváltani. Na mindegy, úgyhogy ez is valami, úgyhogy bízom benne, hogy legalább finom lesz. Egyébként több gyümölcsöt is hoztam, szőlőt is, szilvát is, de mindjárt mutatom a következő táskát. Ebben vannak ilyen kis nadbar szerűségek, ilyen műzli, ami vagy zappehelyjel és ilyen aszalványokkal, vagy pedig csokival és magvakkal van úgymond ellátva. Ebből 6 darabot hoztam, most nem fedegetem ki őket, ez 3 különböző ízben. Itt van a tejszínnek a társa. Hoztam ilyen fagyasztott halat, amiben 4 porció van, és tök jól nézett ki így kép alapján, bízom benne, hogy így fog kinézni. Maga a hal szelet is benne, ez 400 g és 990 forintba kerül, úgyhogy remélem kellemes és jó íze lesz. Itt van a kevéske kis szilva, mert a többiek nem szeretik, úgyhogy igazából csak magamnak hoztam. Van itt 2 még éretlen avokádó, ez most akciós volt, 290 forintba került, viszont lehetett kapni ilyen nagy 700 g-os kiszerelést is, ami viszont 900 forintba került, de most fogom magamat, és szerintem lemérem, hogy ez a kettő nagyjából mennyi lehet, aztán majd kiderül, hogy melyiket éri meg jobban megvenni. Na, itt van a mérleg, hogy nézzük meg. Ez 383 gram, nem válogattam amúgy a legnagyobb darabokat, és a másik ugye 700 gram volt, tehát hogyha még egy darabot ide választok, akkor ugye elérjük nagyjából, ugye hát ilyen 200 grammos darabja, akkor egy ilyen nagyobb darabot hozunk, akkor hát nem is tudom,
ugyanott van az ember. Akkor semmiféle bizniszt nem hajtottam végre, viszont ezek a darabok szebbek voltak, mint a másikban. Abban 4-5 ennél jóval kisebb darab avokádót lehetett venni. Hoztam az említett gyümölcs kategóriámban ilyen szőlőt. Ez nagyon-nagyon jól nézett ki, úgyhogy ennek kimondottan örültem. Hát nem tudom, hogy mag nélküli, vagy kisebb magú, vagy majd kiderül, de tetszett a színe, ezért választottam. És van még itt egy fagyasztott ilyen mexikói mix, 1 kilós. Ezt úgy szoktam, hogyha főzöm a rizst, akkor beleborítok mondjuk egy bögrényi mennyiséget ebből is, és egy nagyon kevés vízmennyiséggel növelem a főzővizet, és akkor ez megfől, megpárolódik a rizssel együtt, és akkor kicsit egy érdekesebb köretet lehet kapni, hát nem sokkal, viszont egyszerű párolóbetétben is elkészíthető. És hogyha minden igaz, akkor már csak egy táska van, és abban sem lesz igazából túl sok minden, és hát ezért említettem nektek, hogy oké, hogy drágább hústípusokat és felvágottakat hoztam, viszont nem teljesen értem, hogy kicsit ilyen üres ez az asztal is általában, annyira teli szokott lenni. Itt van az utolsó táska, hoztam egy kakaót, mert elhasználgattam, és az utóbbi időben tiramisút készítettem. Végre megérkezett, vagy hát én e-book formában előrendeltem a Joshua Wiseman nevezetű youtubernek a recept könyvét, és már készítettem is belőle 2 dolgot. Hát a tiramisuja az nagyon-nagyon fantasztikus, tök jó arányokkal dolgozik, extrém, sejmes, szuper ízű lesz a krém, tojásból kell készíteni, és kell a kávéba rakni egy kis reszelt szerecsendiót, valamint juhar szirupot is, és tényleg nagyon különleges, annak ellenére, hogy azt hinni az ember, hogy hát tiramisu az tiramisu is, mindegyik jó, és mindegyik ugyanolyan, általában a legtöbb tiramisu tényleg nagyon hasonló, és a legtöbb nagyon finom is, viszont ez kimagaslóan egy szuper recept volt, úgyhogy érdemes lehet esetleg nektek is megnézni, szerintem csak angolul van, és hát nekem e-book formában van meg, úgyhogy honnan rendelni kérdésre nem igazán tudok válaszolni. Itt van egyébként a füstölt virsli, hoztam 2 uborkát, valamint hát édességfronton egyébként ilyen kekszes csoki szeletet hoztam, ilyen egyesével csomagolt kis finomságok vannak benne, tehát hogy ilyen kis csoki szeletek, 9 darab van benne. Én szoktam szeretni ezeket a kekszes megoldásokat, 1000 forintba került, viszont nem tudom, hogy milyen minőségű csokit használnak rajta, hogyha nem túl finomat, akkor hát természetesen nem életem választása lesz, de így elsőnek jónak tűnik így a kép alapján. Amúgy szerintem régóta kapható, de életemben nem láttam, azt hiszem van még egy másik változat is. Hoztam biocitromot, nagyon régóta nem volt itthon semmilyen citromféleség, és most, hogy jön a tea szezon, tök jó, hogy lehet esetleg abba is rakosgatni. Néhány nappal ezelőtt kicsit mindenki ilyen megfázottnak érezte magát, és vettem egy ilyen gyógytea keveréket, szálas tea van benne, nem is tudom, azt hiszem a Herba háztól, vagy valami ilyesmi márkája van, és meglepő módon nem volt annyira szörnyeteg íze, mint amire elsőre számítottam, mert volt benne kakukkfű, és az általában nekem nem ízlik teákban, gyógyteaként szoktam fogyasztani természetesen, és akkor abból mindig kiérezhető a hárs, meg ezek azok úgy nekem is szoktak ízleni, de attól aggódtam, hogy nem lesz finom, de amúgy finom volt. Van benne édes gyökér is, amit általában teákban nem szeretek, de itt szintén elfogadható volt az aromája, úgyhogy egy kevés citrommal még kiegészíthető lett volna, hogyha lett volna esetleg itthon, és akkor tényleg egy nagyon finom változat, még így gyógytea fronton is. Majd utána, hogyha kész vagyok, idehozom és megmutatom nektek. Nem volt túl olcsó, de lehet csak azért, mert a DM-ben vettem, de megmutatom majd a hátulját, és akkor az ott lévő alapanyagokból ti is esetleg ki tudjátok keverni. Én amúgy magunknak szoktam kakukkfűből, hársból, bodzából, meg
hát nem is tudom, kamillát is néha napján rakok bele, úgyhogy nagyon hasonló a megvásárolt teakeveréknek, úgymond az összetételéhez, de most nem akartam ilyen óriás zacskókat venni, és akkor kevergetni itthon, hanem megelégettem ezzel az előre gyártott változattal, ami így meghűlésre való. Ilyen dalmát hetek vannak most, hát horvát dalmát hetek vannak a Lidl-ben, úgy kimondottan semmi nem fogta meg a fantáziámat, úgyhogy nem is vásároltam túl sok mindent, egyedül egy ilyen kolbászszerűséget, nem tudom, hogy milyen lesz, nem volt túl olcsó, ez a 200 g volt 1000 forint, de most egy ilyen kis érdekességnek jól jön, valamint a szokásos óriási nagy görög joghurt, úgyhogy igazság szerint ez a vásárlás ennyi lett volna, lehet, hogy még egyszer átfutom én ezt a Lidl számlát, mondjuk a húsok azok biztosan kitesznek egy nagyobb összeget, ezzel nincs is probléma, viszont hogy így konkrétan mi volt még ebben a vásárlásban ilyen drága, azt nem tudom. Ugye 33 ezer forintot mondtam, és akkor abból mondjuk az 1600 forintos mosógép fedőcske, és az 1100 forintos WC-papír még olyan sokat nem nyom a latba, így sincs olyan eget rengetően extrém drága dolog, de aztán általában, hogy összeadogatja az ember, akkor nagyjából ott lesz. Mondjuk ez a Gruyère sajt általában 1200-1300-1400 forintba szokott kerülni. Na mindegy, úgyhogy egyenlőre ennyit, mindjárt idehozom a teát, azt is megmutatom nektek, és hogyha valami turpisságra derülne fény, akkor majd esetleg nektek is bejelentkezem és elmondom. Ilyen maga a tea, ugye ahogy említettem, szálanként van benne, tehát nem ilyen filteres változat, azt írja, hogy herbária, úgyhogy ez a márkája, vagy gyártója, és meghűlés tüneteit enyhítő változat. Itt vannak különböző információk, hogyha valakinek ugye esetleg ilyesmire is kellene figyelnie, 100 g van benne, és azt hiszem, itt oldalt fogjuk látni, hogy pontosan miből van keverve, fekete bodzavirágból, édesgyökérből, és édeskömény is, de viszont én azt így nem kimondottan szoktam ilyen megfázásra vásárolni. Az a zilízlevél, nem tudom mi lehet, hársfa virágzat, és a kerti és spanyol kakukkfű, amit én is szoktam, és jól is szokott működni, és hát ez a zilízgyökér aprított formában. Úgyhogy a fő alkotó elemei nagyon hasonlóak az enyémhez, úgyhogy szerintem otthon kikeverve mondjuk az ember ezeknek az összetevőknek a használatából nagyobb mennyiséget tud készíteni, és olcsóbban, de nekem ez most kisebb helyet foglalt, és arra, amire kellett tökéletes, ilyen 1300-1400 forintba került nagyjából, de lehet, hogy ilyen bioboltokban, meg ilyen herba üzletekben olcsóban is be lehet szerezni, vagy esetleg más márkának a hasonló teáját, hogyha valaki szintén így az elmúlt időszakban, hogy beköszöntött az ősz, egy kicsit így a meghűléssel hát szenved, nagy szenvedést azért nem lehet igazából nevezni, de mindegy, úgyhogy én ezt főzögettem most az elmúlt időszakban, többieknek is meglepően tetszett, kellemes ízű teáról van szó, úgyhogy ennyit, ezt szerettem volna nektek mutatni. Remélem, minél hamarabb fel tudom esetleg nektek tölteni ezt a videót. Aztán, hogyha bármi kérdés, észrevétel, óhaj, sóhaj, nyugodtan komment szekcióban fel tudjátok ezeket a bizonyos észrevételeket, kérdéseket tenni. Én pedig megyek is, elpakolok, és megnézem ezt a számlácskát. Na, sziasztok!